Egy roadshow keretén belül találkozhatunk a Dabas Rádióval most Dánszent Miklóson. Milyen alkalomból? Tulajdonképpen roadshow-t minden évben tartunk, körülbelül körül az időpont körül, ugyanis ekkor van a rádiónknak a születésnapja, most leszünk 5 évesek, és általában az a cél, hogy a környék településeire ellátogassunk, és idén az egyik ilyen település Dánszent Miklós. Mi volt ez a legjobb élmény, amit a rádió adhatott neked? Hát szerintem rádiózni alapvetően az egy borzasztó nagy szabadság, nyilván bizonyos keretek között, amikor az ember azért nagyon, tehát kipróbált egy olyan területet, ami mondjuk tőlem egy picit távolabb állt, de alapvetően beszélhetsz emberekhez, és azt mondhatsz, amit akarsz, és hát remélhetőleg ez valami fajta érdeklődésre is számot tart. A szombati rendezvényről beszéljünk egy picit előzetesen, hogy kik lesznek várhatóak. Szombaton 5-kor kezdődik a rendezvény, Dabason a Szent István téren, és 5-kor Vastag Csabi lép fel, úgyhogy a fiatalokra vagy kamaszokra is gondoltunk. Aztán érkezik DJ Dominik, ő 7 órától, és 9:30-tól jön Hevesi Tamás, aki talán egy picit idősebb korosztály számára lehet izgalmas, és közben is lesz rengeteg színes program, tehát különböző gyerekprogramok, vetélkedők, és az este egyik fő apropója, hogy egy 5 napos kétszemélyes londoni utat lehet nyerni, amit azok között sorsolunk ki, akik aktívan részt vesznek a napban, ugyanis különböző betélkedők során pontokat gyűjthetnek. És hát amit én nagyon nagy izgalommal várok, hogy lesz egy úgynevezett flash mob, aminek az a lényege, hogy spontán, hát ilyen fél spontán elkezdenek táncolni a téren. Ezt a táncot, az egyik videó megosztó oldalról le lehet tölteni, meg lehet tanulni, és mindenki, aki kedvet érez magába, csatlakozhat a táncoló tömeghez. És hát ezzel kapcsolatban természetesen minél többen vagyunk, annál jobb, úgyhogy én biztatok mindenkit arra, hogy keresse meg. A koreográfia egyébként nem túl bonyolult, tehát abszolút megtanulható ez alatt a szűk idő alatt is, ami még rendelkezésünk rá, és hát természetesen mindenkit várunk szeretettel, fiatalt, öreget egyaránt. A roadshow alatt milyen meglepetéssel készültek a városban, ahová érkeztetek? Hát tegnap volt egy kis meglepetés, ugyanis az egyik zenekar, egy pilisi zenekar kijött tulajdonképpen a roadshow-ra, és egy térzenét biztosítottak nekünk, ami nagyon szórakoztató volt, de alapvetően ezek a roadshow-k mondjuk számomra azért nagyon érdekesek, mert rengeteg olyan helyi emberrel, helyi közösséggel ismerkedhet meg az ember, amiket előtte nem ismert, és hát ez is egy ilyen furcsa helyzet, hogy itt élünk egymás mellett, és nagyon sok mindent nem tudunk egymásról, és ilyenkor azért én magam is tájékozódom arról, hogy akármilyen sportolási lehetőségek, oktatási lehetőségek, tanulási lehetőség van egy adott településen, ami mondjuk 20-30 kilométeren belül van. Milyen megállók voltak a roadshow alatt? Hát tulajdonképpen 3, azaz 4 állomásunk volt. Dabason kezdtünk a Lecsó Fesztiválon, ez múlt héten szombaton volt, és ez volt a 0. napunk, hiszen ez olyan értelemben kevésbé roadshow, hogy nem egy környékbeli településre mentünk el, de hát nagyon hangulatos volt, rengetegen vállalták a kihívást, és fantasztikus lecsó költemények születtek. Az első állomás Taksony volt, ez kedden, másnap Pilisre látogattunk, és most itt vagyunk Dánszent Miklóson, tehát idén ezt a 3 települést ismerhették meg a mi hallgatóink egy picit közelebbről. Akkor mai napban is fejeződik a roadshow. Így van, és hát mi is természetesen készülünk szombatra, úgyhogy a holnapi nap az arról fog szólni nekünk, hogy egy picit mi is vegyünk egy nagy levegőt, és a lehető legjobb és legizgalmasabb programokkal tudjunk szolgálni szombaton. Slept in all my clothes like I didn't care. Hopped into a
Szoktátok hallgatni a Dabas Rádiót? Igen, szoktuk hallgatni. Hol? Munkahelyen, otthon, mindenhol. A Dabas Rádió 93.4. És örül, hogy itt van a Dabas Rádió, és személyesen is találkozhat velük. Csodában, ez olyan véletlenszerű, hogy éppen erre jártam. Szoktátok hallgatni a Dabas Rádiót? Hát általában igen. Milyen rádiót szoktál hallgatni? Dabas Rádiót. Tudod, hogy ma miért vannak itt? Nem. Itt vannak a polgármesteri hivatal előtt, mert 5 éves születésnapjukat ünneplik, és egy roadshow keretén belül végig látogatnak több települést. Szombaton lesz nagy buli. Szívesen hallgatom, mert mindig van benne, ami nekem tetszik.